Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán Közéleti tóksója, a mai vendégem Köves Slomó. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes szerkesztetlen verzióját ennek a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! és akkor nagy szeretettel köszöntöm Köves Lomót a stúdióban. Köszönöm Servus. szépen. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A segítséget szeretném kérni. Amikor én középiskolás lettem, egy viszonylag jó nevű gimnáziumban jártam, és első évben már Hány Potokot irodalom órán például, de az, hogy mi az, hogy zsidó, az egy ilyen misztikum volt. Tehát nagyon nehezen lehetett eldönteni, hogy ez egy kulturális identitás, ez egy vallási identitás. Hogyan válaszolnál erre egy nem zsidó ember számára? Mit jelent Zsidó. Én nagyon örülök, hogy ezzel a kérdéssel kezded, mert tulajdonképpen ez szerintem az én életutamnak arra, hogy ez egy életút interjú. Az életutamnak egy nagyon fontos eleme, hogy, a, hogy pontosan erre a kérdésre ne csak választ adjak, hanem megpróbáljam azt a világlátást és azt az identitásképet megismertetni a, a, a tágabb közösséggel, amit én erről gondolok. Nézd, ugye kihagytál, még mielőtt válaszolnék a kérdésre, kihagytál még egy fontos elemet, ami szerintem azért ha nem is a te, vagy a mi generációnk benyomásában, de az egyel fölöttünk lévő generáció benyomásában még hangsúlyosabb, és hogy ez pedig az, hogy a zsidóság az valamilyen handicap, vagy valamilyen sorsközösség. Tehát se nem kultúra, se nem vallás. Én nagyjából én arra tettem föl az életemet, a szabad ilyen nagy kifejezéseket használni, hogy azt megmutassuk, hogy a zsidóság az tulajdonképpen egy, egy olyan civilizáció, Amiben, aminek az alapja egyértelműen a teológiai e, e, alapértékein nyugszik. A zsidóság, zsidó vallás nélkül nem lenne, és egész biztosan ebben a 3000 évben nem maradt volna meg, de aminek bizonyára, mint minden civilizációnak vannak nyelvi, közösségi, kulturális, és persze a sorsközösségből adódó, a történelem során megélt e, tragédiákból adódó e, e, benyomásai is, és ezeknek, a, ennek a teljes tárháznak a felmutatása, és azoknak az értékeknek a felmutatása, amit ez a 3000 éves civilizáció képvisel, azt szerintem egy olyan gazdagító tényező, ami fontos, hogy megismerésre kerüljön nem csak zsidók, vagy a vallástól eltávolodott zsidók számára, hanem a tágabb közösség számára is. Tehát, hogy úgy mondjam, a, zsidóságnak abból az enklávéból, amiben mondjuk Magyarországon a 90-es években, amikor te, meg én is gimnáziumban jártunk, abból mindenképp érdemes kitörtnie, mert nagyobb érték annál, mint hogy azt ebben az enklávéban vagy, vagy szellemi gettóban tartsuk. Mesélj kicsit a gyerekkorodról, mesélj a szüleidről. Az én szüleimnek a, a családtörténete az, az, nagyon tipikus, azt hiszem, nagyon sok fővárosi zsidó család esetén, hogy a, a, a azok többé-kevésbé vallásgyakorló büszke magyar zsidók voltak. Azt nagyszüleim ugye a 20-as-30-as években, nem mindannyian, de mondjuk úgy részben illegális kommunisták lettek, a, a jogfosztás megélve ezt, ezt látták kiútnak, átélték a holokausztot, és a holokauszt után úgy gondolták, hogy a, a létrejövő kommunista rezsim az valami olyan megváltást hoz el, amiben a, a, ez az egész történet zsidóság amit ők főleg azért, mint, mint tragédia éltek meg, ez már nem lesz releváns. Tehát a legjobb, hogyha a gyerekeiknek el sem mondják, hogy ők, ők zsidók, mert ez nem fontos. Ugye, tudjuk az, ami, amit fontosnak tartunk hangsúlyozni, hogy nem fontos, az általában azért elég fontos. És a, a szüleim egymástól teljesen függetlenül, hogy nyilván nem ismerték egymást, a, tehát a szüleim családja így nem ismerték egymást, de ugyanazt az utat járták be, hogy nagyjából 14-15 éves korukban, teljesen véletlenül vagy a szomszédtól, vagy a saját anyakönyvüket böngészve látták azt meg, hogy az édesapám ugye 13 éves volt, és látta a saját anyakönyvi kivonatában, még 48-ban született, amikor beírták a vallást, és látta, hogy az van beírva, hogy izra a vallásán, és megkérdezte a szület, hogy egyrészt mi ez, hogy nem tudta, hogy neki vallása van, másrészt mi az, hogy izra. És hát nem, 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 fontos kisfiam, és akkor ezt, ezt végül is elmondták neki, és az én szüleim élménye pedig inkább az volt, hogy van itt valami, amihez ők tartoznak, amiről nagyon keveset tudnak, ők, ők, a gyerekeiknek ebből szeretnének valamit adni, de nem nagyon tudják, hogy mit adjanak, mert, mert, nincs fogóckodó, és akkor jöttünk mi az én nemzedékem, akik nagyjából így a rendszerváltás körén, környékén szocializálódtunk, és akiknek e, már több lehetőség adott, adott, arra, hogy ezt, ezt az örökséget jobban megismerjük, és, és magunkévá tegyük. Testvéred, fivéred pontosabban, a kezetektől Krisna tudatú hívő, hogyan a Nem fivérem, nővérem. A nővéred? Igen, nővéred. Bocsánat akkor. Júli. Mai napig egyébként? Igen, igen. Ugye két, de akartál majd kérdezni. Ezt ezeket. akartam kérdezni, hogy mi, ő, hogyan ő, ki egy igen. családban két igen. ilyen irányzatnak mm. a megléte? Szerintem ez absz abszolút ugyanoda vezet vissza ebből a, a, a tabusított zsidó identitásra vezet vissza. Bár a nővérem nem biztos ezzel maximálisan egyetért velem, de azt hiszem, hogy azért nagy vonalakban igen. Tehát Júli öt évvel idősebb nálam, és ő nagyjából egy, egy évvel előttem, tehát mondjuk így a, pont 1990-ben kezdett el ugyancsak valamilyen spiritualitás után kutatni, és itt találkozott az akkor nagyon virágzó krisna tudatúak közösségével, és lett krisnás szerzetes. A nővérem számos könyvet fordított le a magyarra a krisna tudatúak közösségének. Jelen pillanatban a Skóciában él, és van három gyönyörű gyermeke, és egy skót férje. Ha jól tudom, 11 éves korod környékén. 11 mm -hmm. éves korod környékén mentél az újpesti zsinagógába, Frölik Roberthez, mm -hmm. Talmud órákra. Miért pont hozzá kerültél el? Igen, ez nagyon érdekes történet. Önmagában az, hogy én, hogy kerültem egyáltalán oda, hogy én egy zsinagógába elmenjek 11 évesen, óráórákra. Én, én így 11 éves koromban nagyon érdeklődtem a létezés nagy kérdései iránt. Ez még elég szokatlan egy 11 éves de Isten, az ember, a tudat, a létezés, a vallások, ez engem borzasztóan érdekel. De az, hogy a zsidóság az egy vallás, az, az bennem így nem áll teljesen. Vagy, úgy, hogy, de tudtam, hogy ez egy vallás, de nem ér, nem ér, ahogy az előbb mondtam, nem ér. Hányba járunk ekkor? 1990. És öm, emlékszem egyszer, ezt elmeséltem, hogy a, egyszer az édesapámmal mentünk haza a filmmúzeumból, és láttam a, akkor még nem felújított dohányzó és megkérdeztem, hogy ez mi hogy nem látom, hogy úgy néz ki, mint egy templom, de közben is rajta kereszt, és mondja, hát ez egy zsinagóga. Mi, mi ez a zsinagóga? Hát ez a zsidó templom. És akkor úgy, úgy megmaradt bennem, hogy hát, a zsidóknak templomuk is van. És egy év után miért mentél a máshova, és hol mentél el? Egy év után az történt, hogy, 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 hogy volt egy ilyen verseny, ahol az ilyen tanulókörökben tanuló gyerekeknek a versenye, amire elmentem, és ott bejelentették, hogy van egy Ilyen bármit szó tábor Izraelben, ami ugye a, a bármit szó, ugye az a zsidó gyerekek vagy fiatal, fiatal gyerekeknek a felnőtti avatása, és hogy ez egy nagy élmény, és akkor jelentkeztem ebbe a táborba, és ott, ott több olyan gyerekkel is megismerkedtem, aki az Oberlander rabbinál tanult. Ugye az Oberlander rabbi Amerikából akkor érkezett, ortodox rabbi volt, és akkor oda, én úgy, úgy gondoltam, hogy az talán még, még jobb, vagy még hitelesebb, vagy még többet tudok ott és megtanultam, hogy ezt mondták ott azok a fiatalok, akikkel ott találkoztam, és azt kell, hogy én nem csalódtam, tehát az, az fontos volt szerintem aztán a későbbi döntések kapcsán, hogy ott folytattam. Ugye a Obelander Rabbihoz jártam, akkor mondjuk egy-két évet, és utána pedig 13 évesen már jeleztem a szüleimnek általános nyolcadik iskolásként, hogy ott akkor én Izraelben folytatnám egy Talmud iskolában, amit persze ők nem nagyon értettek, és nem nagyon akartak elfogadni, de hát végül is nyert az akarat, akarat erő. Oberlander bárok ok, milyen benyomást tett rád legelőször, amikor találkoztál vele? Ugye később egyébként mentoroddá is vált, tehát ez is egy fontos kérdés, hogy mi az ősélményed vele szemben, vagy vele kapcsolatban? Azt hiszem, hogy a hitelesség az, 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 az volt a leg, leg, leg Itt van valaki, aki akkor lehetető ilyen 23-24 éves, 1989-ben úgy dönt magyar holokauszt túlélő gyereke, Brooklyn legvallásosabb negyedéből, és ő úgy dönt, hogy idejön 1989 Magyarországára a hat hónapos gyerekével és a, a, a feleségével, és közben valami olyan, pontosan az a, az a, nem is tudom, mi a jó kifejezés, az, az hogy, 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 annyira nem illett bele az akkori közegbe, és közben meg olyan lelkesen csinálta, és annyira, annyira átélve azt, amit képvisel, hogy az megkérdőjelezhetetlen. Aztán persze a tudásáról, meg annak a mélységéről nem is beszél, vagy megkérdőjelezhetetlen volt a hitelesség. Hogy meséljek egy történetet még vele kapcsolatban, csak hogy a hitelességet értsük, hogy az apám, még egy kicsit a szabad így a, a személyes történetekre, hogy az édesapám, ugye ő, hát ugye azért az én szülőm ateisták volt. Nem tudom, hogy ez, ez is egy érdekes történet, de mindesetre ateistáként neveltek bennünket, és hát az apám nyilván nem nem akarta magáival tenni a zsidó vallás különböző vagyják, tanításait, és hát az Oberlander emlék mindig mondta nekem, hogy hát miért nem hozom el az apámat, hát ő, ő is az legyen. Ha? És hát mondtam, hogy hát ő azért egy más dolgot képvisel, hogy nem, 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 higgyem el, hogy, hogy ő is majd a sajátjának fogja érezni. És akkor hazamentem és mondtam az édesapámnak, hogy ezt mondja a rabbi, mire azt mondta az apám, hogy jó, jó, hát ez rendben van, de hát az apám egy komoly amatőr sportoló, nem tudom, minden nap fut 40 éve, és mondta, hogy hát látja, hogy ez a rabbi egy kicsit túlsúlyos, hát jót tenni neki egy kis futás, ha ő fut, akkor én elmondok egy imát. És kössünk egy üzletet. Visszamentem az overland az -e és mondtam, hogy hát akkor itt van ez a, ez, föl, föl lett ez a lehetőség, mert persze, hát ő fut, semmi akadálya. <laughs> és viszont az apámhoz, és akkor megbeszéltük, hogy följön hozzánk a Bencur és hát az, és az volt a díl, hogy ő lemegy futni velem a városligetbe, az édesapám pedig utána föltekeri az imaszijat, és elmond egy imát és hát nagyon mulatságos volt. Tehát egyrészt, hogy a megent zakóban és ö, ö, nyakkendőben nyakendőben a, a bárók és a nobel -E és akkor mondta, hogy hát akkor megyünk futni. És mondták ez apám, de hát egy sportcipő valami. És végül abba beleegyezett, hogy a, egy sisapkát sí rá, ráraktunk, és így mentünk le közösen futni a Városligetben. És azt az apám elmondott egy igazán, öltönyben? Igen. Nyakendőben? Tehát <laughs> tőle ez a világ azért nagyon távol volt, de Hány annyira elszánt legy? volt, hogy... Hány kilométer futott le Hát ugye hogy nagyjából egy, egy 6-700 méter után mondta, hogy hát ez neki ilyen sok lesz, mert ugye luttalpas, és azt nem fogja bírni, és akkor mégis abban maradtunk, akkor gyalogoljuk végig, és akkor azt hiszem, hogy három kilométert végig gyalogoltunk. De itt tényleg az elszántság és a hitelesség azért mondjuk egy ebben a történetben is eléggé, eléggé, átjött. Mennyire volt neked az tiszta, hogy az, amit az Oberlander képvisel, ugye ez a Habad Lubavics nevű irányzat, mm -hmm. ez pontosan hol helyezkedik el az időságon belül? Tehát, hogy pontosan mi a megkülönböztetett jegye ennek az irányzatnak? Hát az, hogy mikor vált számomra ezt tisztába, azt most így nem tudnám visszaidézni. Azt gondolom, hogy mire elmentem Izraelbe addig, azt hiszem, hogy ezt már többé-kevésbé jól láttam. Ami nagyon megfogott ebben az irányzatban, az a, a, az a nagyon mély filozófiai elkötelezettség volt. Hát az, hogy ennek, a, ennek az igazából nem is irányzatnak, a iskolának, amit ugye Habár Lubavicsnak neveznek, ugye a Lubavics az a orosz falu, ahonnan származik, a hábát. pedig egy a, a, a filozófiában három fontos fogalomnak a, a akronimja, tehát mozaik szava, az nagyon átjött, és különösen, amikor elmentem a tanuliskolába, hogy itt valami eszméletlen elkötelezetten foglalkoznak filozófiával. Tehát ugye én 14 évesen bekerültem Cváton, ami ugye a kabalisták városa Izraelben, Észak-Izraelben, egyesivába, ahol reggel fél nyolctól este kilencig tanultunk, és ebből napi három óra filozófia volt. Hát ez valami olyan szemfelnyitó élmény volt, hogy, hogy azt nehéz elmondani. Kiket, mit olvastatok? Hát itt alapvetően a magának az irányzatnak a, 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 a mesterei azok, akik ezeket a, ezt a nagyjából olyan 6-800 műből álló filozófiai iskolát képviselik, és ezeket a műveket írták. De ugye ez magában ölőni a teljes zsidó filozófiának a, a, az újrafeldolgozását is. Tehát olyan középkori filozófusokat mondjuk, mint Maimonides, vagy Nachmanides, vagy Ibn Ezra, vagy a még korábbi ugye, olyan misztikus filozófiai műveket, mint az Zohar, a Nagyogás könyve, ezek mind-mind részei voltak a tananyagnak. Mit gondolsz, illetve mit gondoltok ti a saját közösségetekben a női egyenjogúság kérdéséről? Um, hát a válasz erre a kérdésre nézben filozófiai, vagy teológiai szinten is megadhatom, részben gyakorlati szinten is. Az emik, igen, gyakorlati szinten az emik um, közösségi, vagy intézményi szintjén um, szerintem nagyon jól visszaköszön az, hogy mi mennyire nagyra értékeljük a, a, a nőket, és mennyire fontosnak, és Erősnek tartjuk azt a, azt a, azokat az értékeket, amiket a, a nők képviselnek. Az, az EMIKnek számos intézményét nők vezetik. Női főszerkesztője van az EMIK ö, ö, havi magazinjának, az egységnek. Nő vezeti az általános iskolánkat, nő vezeti a középiskolánkat, nő vezeti a szociális ö, ö, karit karitatív tevékenységet folytató szervezetünket, e, és, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ez szervezeti szinten abszolút megjelenik filozófiai szinten pedig a, a, zsidó misztika, a kabala, a zsidó filozófiának az az ága, amire tulajdonképpen az egész Habát filozófia ráépül, nagyon nagyra tartja a nőket, és azt gondolja, hogy a női azok az értékek, amiket, amiket azonosítani szoktunk, vagy inkább jellemzőek, ahogy tetszik, egy női karakterre, azok olyan értékek, most akkor most elmegyünk egy nagyon misztikus Ezoterikus, szinte ezoterikus nyelvhasználatba, azok dominánsak lesznek, ha majd egyszer eljön az utópia és eljön a messiás. A kabala nyelvén ne káivát, a gever, majd akkor a férfi fog a nő körül keringeni. Van még nálatok közvetítés? Hát attól függ, hogy mit értesz közvetítés alatt. Tehát van-e bármilyen módon a nőknek ilyen értél, tehát bármilyen fajta előre elrendelt, szerepfelfogása a házassággal, neki kiválasztott család által uh -huh. kiválasztott férfi közvetítése, bármi ilyesmi? Ilyen nincs. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy ilyen a múltban sem volt. Tehát az, hogy a, amikor létezett a mondjuk a hegédus háztetőmből ismert, nagyközönség számára ismert házasság közvető fogalma, az nem abban az értelemben volt, hogy a, a, a nőnek nem volt joga dönteni, és valami előre ellendel dolog volt. És nem, hogy a zsidó vallás tiltja azt, hogy és, és érvénytelennek tekint egy olyan házasságot, ami, ami nem kölcsönös akaraton ö, alapszik. Tehát ilyen igazából soha nem volt. Olyan értelemben van házasság közvetítés, hogy egy sokkal pragmatikusabb módja van a, 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 a házasságok megkeletkeztetésének, és sokkal gyakorlatiasabb, mint mondjuk a, az a ö, szexuális forradalom utáni nyugati világból ismert. Tehát például, hogy mondjak egy példát, én a feleségemmel, két hét találkozás után döntöttem el, hogy megkérem a kezét, és a mi házasság közvetítőnk egy közös ismerős volt, előtte nem ismertem a feleségemet, sem a családját, de volt egy ilyen közvetítés, amikor én mielőtt találkoztunk volna, egyrészt mind a ketten tudtuk, hogy nem azért találkozunk csak, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért, mert el akarjuk dönteni, hogy össze akarunk házasodni, vagy sem. Előtte minden. Amit... Most ezt a legelső találkozásotok előtt már tudtátok, hogy így, így mentek van. ebbe a találkozóba. Így van, így van. Tehát ugye az egész közvetítés arról szólt, hogy én akkor szeretnék találkozni egy lányjal vagy egy fiúval, hogyha ő is azt komolyan gondolja, hogy ebből házasság lehet. És minden, amit, amit meg lehet tudni a másik félről, azt a, 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 az ismerkedés előtt megpróbáltuk megtudni, barátoktól, családtól, iskolától, és, így tlább, és így és uh, amikor találkoztunk, akkor, uh, akkor az egyértelmű volt, hogy ez a, ez a, találkozás célja. És, és mondom, két hét után én megkérdeztem a feleségem kezét, és uh, két hónap után összeházasodtunk, és azóta is uh, boldogságban élünk együtt. Mind minden házasságnak, nyilván a mi házasságunknak is vannak uh, nehezebb és, és, szebb időszakai, ebben nem hiszem, hogy bármilyen eltérnénk más házasságmodellektől. Van öt gyönyörű gyerekünk, és hogyha össze kellene hasonlítanom azt a ismerkedési modellt, amit így a családom, ismerőseim, és itt tovább uh, révén e e e e e a nyugati világ gyermekeként ismerek, meg ezt a ezt az ismerkedési modellt, akkor azt gondolom, hogy ebben az ismerkedési modellben talán a, a több pozitívum van, mint a, mint a másikban. De ehhez persze az is hozzátartozik, és ezt még hagyd tegyem hozzá, hogy a egy sikeres házassághoz nagyon sok minden kell, és az biztos, hogy egy nagyon fontos alap, hogyha nagyon hasonló világnézet, és erre ráépülő életcélkitűzések és értékek vannak a két félnél. Mert az érzelmek és a vonzódás és a testi vonzódás mellett ez a, mint, mint alapbázis, mint, mint, mint alaposzlop, ez is egy ennélkül egy, 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 egy alaposzlop. És akkor te arról, arról bizonyosodtál meg, hogy a leendő feleséged, de világnézetileg azonos alapon álltok, és csak ezután történt Nem. meg az, hogy van-e bármilyen érzéki közösség is, vagy érzéki indítatás is, ami összeköthet benneteket? Nem, én inkább fordítva mondanám. Arról, hogy világnézetileg hozzám hasonlóan gondolkodik, annak az alapjai tudtam, amikor megismertem, mert azt tudtam, hogy. Ez volt a belépő? Ez volt a belépő. Inkább a találkozás arról szólt, hogy hogy van-e kémia, és hogy el tudom-e képzelni, hogy, hogy vonzódjak felé testi értelemben, és hogy, hogy el tudja-e képzelni, hogy hogy, hogy szerelmes legyek belé. És ez erről meggyőződtem egy pár találkozás után. Neki lett volna lehetősége nemet mondania? Ha, abszolút. Tehát a felségem előtte szintem öt vagy hat fiúval találkozott hasonló módon. Én, én, én másik kettővel, elküldüm, mert hogyha ennyire személyes dolgok megyünk, akkor nekem volt egy eljegyzésem korábban, és ott a mennyasszonyom az, az visszariadta. Az, az, elköteleződéstől. az elköteleződéstől, és én el örülök ennek, hogy ő visszaliadt, mert ezek szerint nem voltam elég meggyőző és hát hálás vagyok, hogy ennek hatására még a feleségemmel házasodtunk össze, és ez természetes, hogy, 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 a választás, a választás, a döntés lehetősége és felelőssége az, ami kezünkben kell, hogy legyen. Szóval 2015 is már volt egyfajta közelti szerepfelvállásod, de 2010 után ez talán markánsabbá vált. Többen problematizálták azt, hogy milyen módon ápol az emi viszonyt a mindenkori magyar kormányjal, ugye ez 2010 óta ugyanaz a kormányzat. Többen felvetették azt, hogy az lehet, hogy már nem csak egyfajta partneri szövetségi viszony, hanem annál több egyfajta politikai leköteleződés. De hogyan értékeled az emi és a kormány viszonyát az elmúlt 11 évet tekintve? Hát, hogyha röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy hogy, hogy, hogy annak örülök, hogy az általunk képviselt, az elmúlt másfél órában hosszan kifejtett világnézet, zsidóidentitásmodell, vallási meggyőződés, az elkezdett egyenlő esélyeket kapni a korábról begyöpesedett, és be gyepesedett inkább, vagy be megtestesedett, kizárólagos vallási identitás modellel szemben. Tehát szerintem erről van szó, és én ennek nagyon örülök. Jó, vegyünk ilyen konkrét példát. Uh -huh. Volt a Sorsokháza nevű projekt, ami 2011 2010-ben kellett volna megnyílnia, ez ugye kifejezetten a magyarországi holokauszban érintett gyermekáldozatoknak állított volna emléket. Számos kritika érte ezt a projektet. Az intézmény a mai napig nem nyílt meg, most már több mint hét éve áll lezárva, az egyébként teljesen készen álló intézményegyüttes. Te látod-e bármi esélyt annak, hogy ez valaha megnyissa a kapuit, és miért áll zárva a mai napig? Abszolút látom, nem csak esélyt, hanem meggyőződésem, hogy ez meg fog nyílni. Mikor? Én, én azt gondolom, hogy egy. Egy, egy év nagyjából ehhez még kell. Választások után? Hát egy év mostantól az, az választások után, de nem feltétlenül a választások miatt, vagy nem ebben a regiszterben, Köszön. kell, vagy nem politikai ö, okok miatt, hanem egyszerűen az a nagyon alapos munka, ami folyik az elmúlt másfél évben, amit részben megakasztott sajnos egy pár hónapig a koronavírus, az a, annak a, a kiteljesedéséhez kell még ennyi idő vagy a, a, a befejezéséhez kell még ennyi idő. Mert, bocs, ha jól értem, akkor változtatjátok most a múzeum koncepcióját, vagy átalakítotok? Hát nem, nem, nem csak most, hanem gyakorlatilag a nulláról kezdtük másfél évvel ezelőtt. Miért? Eh, azt látjuk, hogy Magyarországon az elmúlt eh, 15-20 évben egyre többet beszélnek a holokausztról, tehát hogy mondjam, eh, eh, kvantitív szinten. Eh, eh, Számosság kérdésében egyre, 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 egyre többet beszélek róla, viszont a várt hatás az pont, hogy fordított. Ha megnézzük, hogy mondjuk a holokausz tagadók száma hogyan alakul a közvénykutatásokban. kutatásokban. 2006 és 2018 között megduplázódott. És ez a kiinduló pont, amiből mi azt mondjuk, hogy, hogy érdemes ezeket a tényeket figyelem előtt tartani, és azt végig gondolni, hogy mi az, amit esetleg másképp kéne csinálni, mi az, amivel valami olyasmit lehet alkotni, ami nem csak számosságban fogja növelni a, 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 a múzeumnak a jelentőségét, hanem valamilyen érdemi ö, változtatást vagy érdemi ö, új értéket tud felmutatni. másik nagyon fontos eleme ennek a koncepciónak az az, hogy egy olyan állami múzeumról beszélünk, ami lehet, hogy nem így volt eredetileg kitalálva, de is a politikai helyzet adta. Ö, úgy alakult, hogy egy zsidó közösség kapja meg a lehetőséget, hogy elbeszélje a történetet. De soha korábban ilyenre nem volt, nem volt lehetőség. És ez egy borzasztó fontos pont, mert a zsidók ezekben a múzeumokban nagyon sok esetben, egy ilyen állami holokausz múzeumokban, mint áldozatok szerepelnek. Kizárólag, mint áldozatok. Nagyon sok esetben nem, rossz, nem feltétlenül rossz szándékkal, de így alakul, hogy egy ilyen névtelen, személytelen, cselekvő képességgel nem rendelkező áldozatok, ami azért az empátia érzését nem feltétlenül váltja ki. A zsidóság, mint önérték, nem szerepel ezekben a múzeumokban, annak ellenére, hogy a látogatók nagyon nagy részének ez az egyetlen kapcsolódási pontja a zsidósággal. Mi az, hogy zsidók? Ahogy te is a beszélgetés elején Mi az, hogy zsidó? Hogy egy gimnazista, ha elmegy, és most nem a múzeumot akarom kritizálni, de mondjuk elmegy a Páv utcai múzeumban, amiről szerintem mondhatjuk azt, hogy azért nem egy sikertörténet, ennek számos oka van, tehát 10-15 ezer látogató évente, aminek a nagy része külföldi turista, és nem látjuk, hogy a magyar társadalomban hatalmas változtatást ért volna el. Ennek is biztos számos oka van, de nem a létrehozókat akarom kritizálni, hanem csak a helyzetet leírni. De valaki elmegy a Pávócai Zsidó, vagy a nem nagyon tud meg túl sokat a a zsidókról, meg a zsidóságról. A, a civilizációs minimum egy új állami intézmény létrehozatal kapcsán, pláne egy ennyire fontos emlékezetpolitikai intézmény kapcsán, az az, hogy legyen nagyon széleskörű múzeumszakmai, szakmai, történettudományi, pedagógiai és így tovább társadalmi vita. Én ezt 2014 előtt sem láttam, és 2014 óta eltelt 7 évben sem láttam. Uh -huh. Most az illet az készület, több reprezentánsát is megkérdeztem ezeknek az érintett szakterületeknek, hogy legalább valami informális egyeztetések zajlottak-e, senki nem mm -hmm. tudott ilyesmiről beszámolni. A társadalmi egyeztetés, nos hát ez egy igen problematikus dolog a jelen pillanatban, mert talán ezt nem tudod, hogy nyilvánvalóan ez egy ilyen társadalmi egye egyeztetés belülről kifelé kell elkezdeni. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondjuk a, a holokausztal, a zsidó történelmel foglalkozó, a magyar zsidó foglalkozó szakértőket, pedagógusokat, Bevonunk az egyeztetésbe, és utána lehet kifelé menni egy tágabb, egyre tágabb, egyre tágabb társadalmi konzultáció felé. Ugye mi az első lépéseket megtettük. Vannak olyan szakértők, pedagógiai szakértők, holokauszt foglalkozó szakértők, holokauszt kutatással foglalkozó szakértők, akik, akik mai napig részt vesznek ebben. Vannak olyan pillanat, hogy fejezem be a mondatot, és akkor érted, ér ér érteni fogod, hogy miért nem nevezem a a a meg? Egy pillanat, egy pillanat, csak megvárad a mondat második felét, akkor meg fogod érteni, hogy miért nem nevezem meg őket. Ezek az emberek is, akik amúgy korrektül részt vesznek ebben, és nagyon sokat hozzáadnak, az első kérésük az volt, hogy még véletlenül sem mondjuk meg, hogy ők ebben részt vesznek, mert őket szakmailag el fogják lehetetleníteni, és azt fogják rájuk mondani egy teljesen vállalhatatlan politikai eh, kommunikáció révén, hogy ők valamilyen teljesen illegitim dolghoz adják a nevüket. Szerintük ez abszurd, de ők nem akarják a szakmai karrierüket ennek az oltárán feláldozni. Voltak olyan emberek, akik ennél sokkal inkorrektebbül jártak el, volt olyan történész, Akit meghívtunk, odattuk nekik a koncepciót, és azt mondtuk, hogy mi tiszteletben tartjuk, már az előzőekből tanulva, hogy nem szeretné, hogy a neve föl legyen használva, nem szeretné, hogy nyilvános legyen, hogy ő ebben részt vesz, csak annyit kérünk, hogy küldje, olvassa ezt el, és adjon nekünk kritikát. Megbeszéltük, hogy akkor meddig ad kritikát, majd egy nap múlva írt egy e-mailt, hogy ő ebben nem vesz részt, viszont a Magyar Narancsnak kiszivárogtatta a, 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 a koncepciót, és utána véleményt mondott rá a Magyar narancsot. Tehát ez teljesen abszurd, hogy hogy csak a politikai kontextus az, ami ebben jelen pillanatban különösen hát De ez részben azért, azért a te felelősséged is, hogyha kiz... nincsenek ez... ha nincsenek transzparens viszonyok, ezeket nem ne. lehet megismerni, széleskörű egyeztetésben nem lehet róla véleményt nyilvánítani, akkor nyilvánvalóan a titokzatosság kezd el körüllengeni, és ebben a titokzatosságban vált bármilyen szerep egy külső szakértő által eldöntheti az ő vélt vagy valós politikai Igen, tehát, hogy, tehát ezen te tudsz változtatni elsődlegesen azzal, hogyha transzparens viszonyokat teremtesz. Nem, ez nem az én felelősségem. Hát te, a, te mondtad, hogy te vagy az első számú felelős a projektnek. de az, hogy, a, az, hogy a, a, az akadémiai mikro és makro környezet olyan, amilyen Magyarországon, és hogy Magyarországon soha nem tudott kialakulni normális, érdemleges, mondjuk kutatói életpálya, annak köszönhetően egy páran eluralták ezt a terepet mindig, és mindenkit ellehetetlenítettek, aki ebben a dologban előre akart lépni. Az, hogy Magyarországon az akadémiai előrejutás az, az mindig valamilyen politikai legitimációnak vagy illegitimációnak a kérdése, én azt nem gondolom, hogy ez az én felelősségem lenne. Ahogy azt én sem nem az is erről beszélek, arról beszélek, a projektnek miért nincsenek transzparens múzeum, pedagógiai múzeum szakmai viszonyai. Tehát ez nem az én felelősségem. Az is biztos, hogy nem az én felelősségem, hogy a Sorsok Háza 2010 Nyolcra egy olyan állapotban jutott, hogy három éve ott állt egy készépület, és lehetett tudni, hogy ebből nem lesz semmi. És az viszont már az én felelősségem, hogy én azt felvállaltam, és azt mondtam, hogy szeretném, hogyha ez nem lenne Magyarország és a zsidó közösség szégyene, hogy van egy ilyen intézmény, nem lesz semmi, hanem létrejöjjön egy olyan intézmény, ami hiteles, amelyik a zsidó közösség, a, a magyar többségi társadalom és az ide látogatók számára is, legalábbis elfogadható, és valamilyen, önazon, valamilyen azonosságot tudnak vele vállalni. Ezt értem, de Slomó Teptól a legjobb, hogy te nem vagy múzeumi szakember, ilyen értelemben nem vagy kurátor, történettudományi egy feltehetően vannak, de nem vagy a témának az évtizedes kutatói múlta rendelkező kutatója. Hát hogyha most én mondjuk nekiállnék egy ilyen műsor után, indítan egy olyan vlogot, amiben a zsidóságról beszélek, és még tóra magyarázatokat adnék elő, feltehetően joggal éreznéd magadat sértve, vagy joggal éreznéd azt, hogy azért én idegentólakkal ékeskedem hogyan lehet megnyugtatóan rendezni a sorsokháza helyzetét, úgyhogy azt mondod, egy évvel meg fog nyílni, és még most sem lehet tudni, hogy kik vesznek részt ennek a tartalmi kialakításában. Egyrészt lehet tudni, tehát az, az nyilvánosságra került, hogy ki, ki, az a, az a, uh, steering committee, ki az a, kik, kikből áll az a, az a, uh, vezető csoport, akik, akik az egészet csinálják. Amit nem lehet tudni az előbb elmondottak okán, hogy kik azok, akik kritikai véleményt fogalmaznak meg vele kapcsolatban. Akkor bocsáss meg, akkor csak hadd kérdezzek én, az, én kerestem az egy erős, azt, hogy van erős, egy olyan erős videó, volt. videó, vagy bármi, amiben mondjuk meg lehet ismerni egy ilyen statement szerűen, hogy pontosan mi a koncepcionális kivitelezés, hogyan fog az megvalósulni, milyen fázisai lesznek ennek, egyáltalán hogyan fog felépülni a múzeum, mi vezeti végig a látogatót. Én ezt uh -huh. nem találtam meg, akkor mondd meg, uh -huh. hogy hol találhatom Jó, Csak meg. még előtte az, az egy elég erős párhuzam volt, hogy a a te kapcsolatod a zsidó tóra szakaszokhoz, az körben annyi, mint az, vagy az én holokauszthoz való viszonyom vagy kapcsolatom, az körülbelül annyi, mint a te kapcsolatod a tóra nem, én Nem a holokauszthoz való viszonyom, a, én a pillan... múzeum létesítéshez való viszonyom, az, az illetve kritikával. még rögzíteni, hogy rendelkezem egy történész diplomával. Ez, ez is e, mondtam, hogy vannak e, történelmi a, a magyar zsidó történelmi történel, és azt is szerintem érdemes rögzíteni, hogy eh, ahogy egy kórház létrehozásában sem feltétlenül egy orvos az, aki a legjobban ezt eh, meg tudja csinálni, egy sebész, ugyanúgy nem feltétlenül egy holokauszt. Eh, eh, történész az, aki a legjobb holokausz múzeumot tudja végcsinálni, mert ennek számos más oldala van egy, egy múzeum létrehozásának, mint az, hogy valaki holokausz történész. A kérdésedre válaszul, hogy van-e olyan anyag, ami bemutatja ezt a, ezt a múzeumot? Természetesen van. Van ilyen rövid film, van rövidebb, hosszabb írásos anyag. Ezek a taktikai szempontból azokhoz az emberekhez, akikkel kapcsolatban kiderült, hogy, hogy nem, lehet azzal a bizalom, nem lehet azt a bizalmat feltételezni, hogy, hogy, ezt ne politikai célokra, vagy a saját akadémiai e, e, látszólagos integritásuk megvédésének célra használják, ezek az emberekhez nem juttatjuk el. Értelemszerűen éppen ezért a jelen fázisban a többségi, vagy nagy nyilvánosság felé sem juttatjuk el. Azokhoz az emberekhez, akik viszont e, őszintén és e, jó szándékúan állnak ez a dologhoz, és fölismerik a fel, ezzel kapcsolatos felelősséget, azok az anyag eljutott, el fog jutni, és egy, azt gondolom, hogy egy pár hónapon belül a szélesebb, amikor tőlük való kritikákat visszakaptuk, hiszen akkor szeretnénk a, a tágabb nyilvánosság elé tárni, amikor már ezek az első kritikai ö, vélemények elhangzottak, akkor a tágabb nyilvánosság is ezt láthatni fogja. Azt mondja, hogy egy év múlva fog felteltően megnyílni a ne, múzeum? Ne, azt mondja, egy másfél évet mond. Egy én. másfél, akkor azt mondjuk hogy 2022 végéig felteltően? Uh -huh. Én azt remélem, igen. Mikor tudod biztosan ígérni azt, hogy ez a koncepció a széleségnyilvánosság <laughs> számára is megismerhető lesz, tehát hogy ezt a titkosságot fel tudjátok oldani? Um, hát biztosan igen, hogy ez nem csak rajtam múlik, hanem azokon, akik együtt dolgozunk. De én azt gondolom, hogy a realitás az az, hogy valamikor egy fél éven belül, még mielőtt a következő fázis annyira előre haladna, tehát a kibiteli tervek fázisa, addigra ez, ez elérhetőbb lesz. Tehát 2021 folyamán még? Én azt remélem, hogy igen. Talán az egyik legszégyenletesebb antiszemita propaganda film volt a 30-as évek Németországában, az úgynevezett örök zsidó című opusz. Szeretném bekérni ezt a plakátot, amivel készültünk. Azt gondolom, hogy ránézését figyeltetjük, hogy ez egy vállalatlan antiszemita ábrázolásmód. Persze. Oké. Okay. Kérem a következő képet. Szeretném, hogyha elmondanád, mert ugye úgy nyilatkoztál a Soros György ellen folytatott kampányról, hogy abban te nem vérsz felfedezni antiszemita hogy mi különbözteti meg Soros György arcképábrázolását ezen a képen az által előbbi is antiszemitának mondott és minősített örök zsidó plakáthoz képest. Mi az, ami közös szerinted benne? Mi az, ami közös? Tehát nem félsz, nem mit felfedezni. Hát nem, én kérdezem tőled, hogy mi az, ami közös. Te azt kérdezted, hogy mi az, ami különbözik, én azt kérdezem, hogy mi az, ami közös. Tehát szerinted ezen a plakáton a plakát nem mondtam még semmit, én nem játszott rá azokra a szélsőséges és megvetendő sztereotípiákra, amelyeket ö, ezek az antiszemita plakátok elültettek a köztudatban. Én azt nem tudom, hogy, ő, hogy aki ezt kitalálta, az mire akarta játszani, mert ez pszichológia. Én azt kérdezem tőled, hogy ebben mi az, ami közös. Hát most egy, én kérdezek ebben a stúdióban, de akkor, az csak szeretném, hogyha jól értem, akkor az, az álláspontot, hogy ezekben nincsen közös. Nem, én, 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 én azt gondolom, hogy, hogy, vannak persze közös pontok, mind a kettőn egy ember arca látszik. Ö, Bocsás, az én azon az az sok egyik a másik nem, nem hát ez van, az két egy két szeme, orra, szája. ábrázolás Na, És a, felső viszont nem ilyen. De, de én szerintem ne ebben el, mert ugye a felsőre nincs hírva, hogy jüde, nincs ott, hogy zsidó, nagyon sok eleme, a, az egyik az egy fénykép, a másik az egy, az egy fantáziarajz, és aztán ne felejtsük el azt a társadalmi kontextust, amiben ez a, az a plakát megjelenik. Üm, é, hangsúlyozom, üm, nem, az a, üm, nem az a kérdés, hogy egy ilyen plakát kitalálásakor, mi volt a kitalálónak a, nem az az elsődleges kérdés, mi volt a kitalálónak a szívében, fejében, lelkében. Nem az a kérdés, hogy ez milyen hatást ér el egy ilyen, egy ilyen plakát, és ez a hatás, ha ez ellen a, az a hatásra azt gondoljuk, hogy negatív, akkor mi a legjobb válasz? Hogyan, hogyan érdemes ezt, ezt a hatást, vagy ennek a plakátnak a, a vagy ennek a kifejezésmódnak a, a mikéntjét, mikéntje ellen tenni. Ugye mi, én nekem mindig is az volt a véleményem, hogy egyrészt szerintem Szerintem, hogy nem az én esztétikai világom az ilyen, ilyen jellegű plakátok, amikor valakit személyében próbálunk valamilyen szimbólummá tenni, és, és ezen keresztül lejáratni valamit. Ez nagyon messze áll az én esztétikai világomtól, és, és, és nem, nem, nem tartom jónak. De az elsődleges kérdés az az, hogy amikor az a szerep, amit a Soros György részben a saját tevékenysége, részben pedig az a róla kialakított kommunikációs közeg által elnyert, az mi Magyarországon, abban az ő zsidóságának mekkora szerepe van a köztudatban, és en, el, ez határozza meg alapvetően, hogy erre a plakátra mi a jó válasz. És az előbb említett mediános kutatásból az jött vissza, hogy Sorost a zsidóval nagyjából a társadalom kétszázaléka köti össze. Tehát amikor két, két irányból is föl volt téve a kérdés, hogy ön szerint, mi, jut önnek eszébe Soros Györgyről? Föl volt sorolva hat dolog, ezek közül az egyik a zsidó volt, akkor ez e, kétszázalék mondta, hogy zsidó. Ugyanígy fordítva, mi jut önnek eszébe a zsidóról? És ott volt közöttük Soros György, ugyancsak kétszázalék mondta. Tehát az én, az én feltételezésem, hogy Soros György ugyan egy szimbólum a magyar társadalomban, de nem a zsidó szimbóluma, ez, e, hanem mondjuk a, a kegyetlen kapitalista e, 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 szimbóluma, e, ez visszaigazolódott, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy ha ezzel ellen a plakát, ha ezt a plakátot valaki károsnak tartja, rossznak tartja, akkor ö, ö, teljesen kontraproduktív az antiszemitizmus bélyegével öt, ö, felszólalni ezzel a plakát ellen, ö, mert csak annyit fog ezzel elérni, hogy esetleg olyan emberek, akik meggyőződnek, ö, vagy valamilyen ö, ö, már meggyőződtek arról, hogy George George valóban felelős valamivel kapcsolatban, azok mostantól már a zsidóság véjegét is mellé fogják tenni. Az ő zsidóságát az azok a kritikusok helyezték előtérbe, akik ahelyett, hogy úgy kritizálták volna ezt a plakátot, hogy ez primitív, hogy ez, hogy ez ilyen vagy olyan ö, ö, okoknál fogva elfogadhatatlan, azt mondták, hogy ez a plakát antiszemita, és ezzel próbálták a plakátot lejáratni, ahogy mondom, a társadalom fejében. A plakátot lejáratni? A, a plakátot, és a plakátnak a, a megtervezőjét lejáratni, ahelyett, hogy érdemben le. Ez, ez, ez a plakát megérdemel... Egy, plakát egy, megérdem, vissza a egy pillanat, ez a plakát megérdemel annyit, és van benne annyi szufla, hogy az antiszemitizmus vágya nélkül is le lehessen járatni. És nem gondolom, hogy olyan sekélyes szintre kéne lemenni, hogy, 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 hogy ezt az eszközt kelljen használni. Különösen, hogy azt gondolom, hogy ennek a a taktikának a zsidóság szempontjából sokkal több negatív hatása van, mint pozitív. Ahogy mondtam, mert a társadalom fejében, ahogy a, a medián közönkutatása visszaigazolja, nem elsősorban a zsidós, zsidóval azonosítják sorost, ha viszont mi a zsidóság nevében, vagy az antiszentizmus elleni fellépés nevében kritizáljuk ezt a plakátot, akkor az, sok, sok, ember fejében ez a két, két dolog viszont össze fog nőni és meg fog erősödni. Te ki tudod jelenteni ránézve erre a plakátra, hogy a plakát készítője nem akart rájátszani az zsidósággal szembeni vélt vagy valós külsőleges sztereotípiákra? Nyilván kijelenteni nem tudom, mert ahogy az előbb mondtam, nem ismerem. De az, hogy, ki, egy, de az, hogy az a plakát, amit sugál magáról? Hogy válaszoljon a kérdésre? Hát én arra nem tudok válaszolni, hogy a plakát megtervezője milyen gondolatokkal tervezte ezt, meg, mert őt nem ismerem, nem tudom, nem tudom, mi volt a fejében, és mi volt a célja. Azt ki tudom jelenteni, hogy ez a plakát önmagában, még nem feltétlenül hordozza magában. Azt, hogy, hogy a Soros, mint a zsidók szimbóluma jelenjen meg ezen a plakáton, és ezt továbbra is így gondolom. Oké, okay. de mit kezdesz azzal a helyzettel, hogy a Fidesz elnöke, a miniszterelnök etnikai homoganitásról beszél, vagy például a gyöngyös diákok esetében arról beszél, hogy a bírósági döntést meg kell változtatni azért, hogy az hogy a többségi társadalom igazságérzete tudjon érvényesülni, vagy például egy másik alkalommal arról beszél, hogy velünk élő, hozzánk betelepítettekkel kell együtt élnünk, itt ugye megint a, a cigányságra utalt, tehát hogy nem egyszer-egyszer elszólta magát, vagy rossz nyelvhasználatra vetve, hanem tudatosan hergelte a többségi társadalmat több alkalommal is a magyarországi romák ellen. Ez miért nem a rasszizmus? Um. Én ezt nem éreztem rasszistának, azt kell, hogy mondjam, nem, nem tudtam vele azonosulni, de nem, nem éreztem rasszistának. Tehát ez nem ugyanaz, mint amikor... Az etnikai homogenitás? Ezt az nem emlékszem. Volt ilyen kérdés, hogy etnikai volt. homogenitás? Én, én kulturális homogenitásra emlékszem, de ha volt ilyen, akkor nyilvánvalóan nem, 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 ezzel nem tudnék azonosulni. És amikor például a gyöngyöspatai diákok esetében a bíróság által meghozott ítéletet, nem kívánja végrehajtani a kormány hosszú ideig, és tüntetés kell szervezni például azért, hogy ezt végre végrehajtsák majd végre? Mi a, mi a kérdés? Mi a kérdésed? Azt mondja, amikor megtagadják ezt. Ez Tehát ezt... egyrészt megtagadják az integrált oktatást, az oktatási hozzáférést ezektől a diákoktól, majd mikor a bíróság megítéli azt, hogy valóban szegregációnak az áldozatai voltak, akkor a kormányzat hergel ellenük, és azt mondják, hogy ők itt, ők itt most munkanélkül akarnak több millió forintra szert tenni. Mm. Nézd, feltételezem, hogy a, a, a cigányság, magyarországi helyzet az legalább annyira komplex viszony, mint mondjuk a zsidóság és a többségi társadalom Most. Ugye például az, hogy az oktatás integrált vagy szegregált, nem vagyok róla, nem ismerem eléggé a, ezt a kérdést, és nem vagyok róla száz százalékig meggyőződve, hogy ez a rasszizmus vagy antirasszizmus kérdése. Tehát itt lehetnek olyan... A szegregáció gyakorlata, gyakorlat az nem egy rasszista gyakorlat? Nem vagyok erről meggyőződve. Tehát például az Egyesült Államokban számos olyan pozitív példa van, ahol mondjuk a, a Fekete Amerikát éppen hogy szegregált oktatással sikerült előrevinni. Első voltam több példát itt most, amit a Fidesz első számú fogalmazott meg. Ezek alapján kell-e felülbírálnotok szerinted a viszonyatokat a kormányzó párthoz? A zsidó közösség esetében aztán különösen nincs meg az a luxus, hogy a zsidó közösséget érintő kérdésekben csak olyan eh, hatalmi struktúrákkal, eh, kormányzatokkal, közéleti, eh, politikai szervezetekkel működjünk együtt, vagy legyen kapcsolatunk, akikkel mindenben mindig egyetértünk. Na, ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ezt több interjúra kifejtetted, de akkor ez igazából azt jelenti, hogy a hitéleti céljétok beteljesítéséhez a kormányzattal szemben taktikai szempontokat kell érvényesítenetek. Itt, itt ez alapvetően egy, ez, ez nem, nem a pragmatizmus áll szemben a, a, az erkölcsi kérdéssel. Én nem hanem. azt mondom, hogy szemben áll, én azt mondom, hogy pragmatikusnak is lennetek én... kell, taktikusnak ne, is ne, ez lennetek nem, kell. Ez nem pragmatizmus, ez egy erkölcsi kérdés. Az erkölcsi kérdés az az, hogy az én legfontosabb életcélomat, életfilozófiámat feláldozza-e e, valamilyen az én nem, érték, személyes értékrendemben ugyancsak szereplő, de másodlagos cél érdekében, amivel kapcsolatban feltettően amúgy az én szereplésem még az sem biztos, hogy bármilyen érdemi eredmény eredményt tudna elérni, még az, azon ügy szempontjából sem, maximum esetleg az én integritásomat tudnám e, felmutatni. Most én azt gondolom, hogy az én integritásom az persze fontos, de ennél lényegesen fontosabb erkölcsileg az, hogy az, amit én erkölcsileg fontosnak tartsak, az, az, az tudjon létezni. Jó. Ugye viszonylag kiterjedt ingatlan portfóliótok van, hogyha beleértjük az olajágotthonokat, zsinagógák, üzleti helységek és így tovább a Milton Friedman Egyetem épületét. És van egy ilyen általános jellemző, hogy a jelentősebb ingatlanokra jelzálogot vesztek föl. Például itt ugye a Baros utcában az egykori pártszékház, ami korábban a munkáspárti volt, és aztán az állam hozzátok rendelte, és erre egy több milliárdos jelzálogot vettetek föl. Miért kellett jelzálogosítani pont azt a székházat, amit így kaptatok meg, és miért kell ez a rengeteg pénz itt ugye? próbáltuk utána számolni, akár itt 25 milliárd forintra is tehető az a jelzálog mennyiség, amit felvetettek. sajnos Mekora, az túlzó. Mekkora, mekkora ez az összeg pontosan? Hát erre most pontosan ezt nem tudok adni, valószínűleg pár milliárd forint lehet összességében. Eléri a 10 milliárdot? Nem hiszem. Tehát ugye itt azért különbséget kell tenni a amikor mondjuk van egy, egy projekt alapú vállalkozás, mondjuk a, a, a 3000 négyzetméteres Európa leggy, egyik legnagyobb kóservágóhídja a Csengelén. Ott ugye a, a jelzálog az maga az üzleti tevékenység alapja, banki hitel nélkül egy ilyet nem lehet megcsinálni. És aztán vannak olyan esetek, amikor a jelzálog, ahogy a, üzleti, a modern kori üzleti működés alapja, hogyha valakinek, ha valaki nem rendelkezik kellő tőkével, akkor a további befektetések és üzleti tevékenység érdekében a már meglévő tőkéjét így tudja, gyarapítani. Egy működésnek az én... Pont a város én... utca ingatlan, azt nem arra kaptad, hogy abból azt jelzálogosítsd, és a saját vágóhídadat feltőkésítsd, hanem hogy ott egy előadó és tudományos központot tudj létrehozni. Így van, és ezért a, ezzel kapcsolatos jelzálog az nem is ezt a célt, nem is a vágóhid, vágóhidat szolgálja. Ugye, amit utána a TAO támogatásokat kivezette a kormányzat az előadó szervezetek oldaláról, létrehozta a TAU támogató ö, többlet támogatásról szóló... Ö, pályázati keretet, és ebben kaptatok ugye 1,8 milliárd forintot, ami messze több, mint bárki más, ami, ami bárki más kapott. Ugye a legtöbb, a második legtöbb támogatást a Déri Művészeti Nonprofit Kft. kapta, ők kaptak 1 milliárd forintot, de utána a következő az ilyen 500 milliós mm. nagyságrendű támogatást kapott, és a legtöbben azért ilyen 10-50-20 forint, millió forintokat tudtak elkönyvelni ebből a támogatásból. Mi alapján kerültetek kiválasztásra? Mi az, ami alapján ti annyival többet tudtatok Biztosítani vagy, vagy, vagy garantálni a forráshoztó felé, amiért ezt a kiemelt juttatást megkaphattátok? Ha hát jól értem, nem vagyok ennek a támogatási struktúrának az ismerője, de ha jól értem, akkor a lényeges különbség abban lehet, hogy mi ezt intézmény létrehozására és építés, építésre kaptuk, nem pedig a, a működés fenntartására, és talán ez lehet a azok a nagyságrendbeli különbségnek. Szerintem mások az is nem... pályáztak volna intézményi tudták volna, hogy arra is lehet például... ez. Mi nem, mi nem, nem a TAU támogatásokra pályáztunk, hanem a kormánynak beadtunk egy ilyen elképzelést, egy koncepciót, és aztán az a jelzés jött vissza, hogy ebből a forrásból tudnak erre biztosítani. És ezt nem érezted visszásnak? Nem. Miért, miért kellett volna visszásnak éreznem? Mert ő nagyon sok támogatásra jogosult ember, azt élhette meg, hogy hiába folytat évtizedek óta előadó művészeti tevékenységet, a mostani pályázaton a töredékét kapta meg annak, amire esetlegesen jogosult. Hát én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy emberi érzések nagyon sok, sok szinten megjelenhetnek, de szerintem objektíven nézve az, hogy még egy jelentős színházi intézménnyel gyarapodik Budapest ráadásul egy zsidó színházzal, azt szerintem a színház szakma is bizonyára csak megelégedést okozhat. Mikor fog megnyílni az intézmény? Hát most nem tudom, a kollégák éppen hol tartanak. Én úgy tudom, hogy a közbeszerzés vagy már ki lett írva, vagy a következő hetekben lesz kiírva. És hogy a közbeszerzésnek van egy lefutási ideje, azt hiszem, hogy egy vagy két hónap, és ha megvan a kivitelező, akkor azt az információt mondták a kollégák, hogy ez egy 10-12 hónapos kivitelezés. Tehát jó esetben mondjuk ez 2022 vége, 2023 eleje? Hát, hogyha tényleg minden strammul a idő szerint, elképzelés szerint működik, akkor igen. És a művészeti vezető az Récei Tamás lesz? Igen. Ő lesz a főrendező is? Ezt nem tudom, ezt tőle kéne megkérdezni. Ez a, tehát akkor a művészeti program kialakítása Eben az egy az egyben az ő felelőssége és lehetősége? Így van. Okay. És nem tudom, hogy láttad-e, hogy a Tamás kezdeményezésre indítottunk most egy művészeti alapot is, amiben azt reméljük, hogy azon túl, hogy támogatni tudunk művészeket, művészet számos területén és a kultúra számos területén, azon kívül azok a az emberi kapcsolatok is ki tudnak épülni, amelynek révén ez az egész intézmény ez integránsan tud majd elkezdeni működni, amikor egyszer megnyílik az épület. Szóval Szegedi Csándor, mindenképpen szeretném beszélni egy rövidet, és uh, van-e ezzel kapcsolatban egy bejátszásunk, ezt szeretném, hogy most közösen megnézzünk. Elegünk volt abból, hogy gyakorlatilag a Magyar Országgyűlésben Izraelnek több képviselője van, mint a Knessetben. Hello, Herr Szegedi, ich bin nämlich selber auch Ungarin. Elegünk volt abból, hogy több mint 300 képviselő a Magyar Országgyűlésbe kézzel-lábbal tolja be Izraelt az Európai Unióba. Uh, einer der Gründe, warum ich in Deutschland bin, ist, uh, Menschen wie Sie, Herr Zagadir, Für mich, in meinen Augen, es ist es ein riesen Fake. Es ist ein riesen Theater, was Sie uns vorspielen und was auch im uh, Video gesehen wurde. Táta és mondom, és egy éve még, egy éve ki a jobbikból. Körülmetélnek, nagy szakálú, kalapos zsidó emberekkel táncolok egy főrabinak a lakásán. Egyszer nem lehetséges. Sokan kritizálták azt, hogy mennyire lehet valós az a átértség és megértség, ami Szegedi család keresztül Én ezt nem akarom problematizálni, mert ezt, ezt nem tudjuk megítélni, vagy ezzel mindenki kialakíthatja maga a szubjektív véleményét, talán nem annyira perdöntő. Amit viszont szeretnék problematizálni, az az, hogy megnézve a filmet, most nem újra megnéztem direkt. Én azt látom, hogy benne nem az a felismerés alakult ki, hogy ami álláspontot ő a zsidósággal szemben képviselt, az morálisan vállalhatatlan, hanem az, hogy ennek ő is az érintettje. Nem, szerintem ezt abszolút rosszul látod. Szerintem a, ezt a két fél mondatot másképp kell összerakni. Abból, hogy ő is az érintettje, végül rájött arra, hogy ez amúgy is, hogy ez, ez univerzálisan vállalhatatlan, amit ő képviselt. De ez nem csak az érintettség miatt vállalhatatlan, ez tök mindegy, hogy egy zsidó vagy egy, egyetértek fel, és, egyet és ő is így gondolja. Milyen gondolatokkal. Ez nem kérdés, Marci. Ez nem kérdés, és biztos vagy benne, hogy a szegedi család is így gondolja. Az a kérdés, hogy mi volt a fel, felismerést adó aha élmény. Ez lehet kognitív élmény, lehet érzelmi élmény, lehet egy ilyen családi tragédia, vagy egy ilyen családi, nem is tragédia, jó szó, krízis, mert, és kifejezetten a családi szót használ, hiszen itt azért nem csak a családról van szó, szó, van a szüleiről, szó van a nagymamájáról, aki itt még él, aki Auschwitz holokausz túlélő, tehát ez egy olyan drámáról szól, amiben nagyon sok szereplő van, és amikor a szegedi család fölismeri, hogy valami nem stimmel, ahhoz biztos, hogy nem jutott volna fel ez a felismeréshez, ha ő, ha ő nem szereplője ennek, ezt lehet így megítélni, meg úgy megítélni, de a felismerés univerzális, tehát az, hogy, hogy ez, ezek a nézetek vállalhatatlanok, és nem csak azoknak vállalhatatlanok, akik zsidók, meg nem csak a zsidókkal szemben, hanem általában nem érzed veszélyesnek azt a precedens, hogy rendkívül rövid átmenettel, alig egy évvel azután kilépett a jobbikból, kvázi mellévelet adtatok neki azzal, hogy befogadtátok, és azt mondtátok, hogy az ő bűnei ilyen értelemben megbocsájtást nyertek. Nem érzed azt veszélyesnek, hogy ez egy olyan precedens, ami később esetleg mások számára is relativizálhatja azokat a korábban elkövetett bűnöket, amelyek antiszemita cselekedetekben öltöttek formát? Nem, én pont fordítva gondolom. Én azt gondolom, hogy, hogy itt nem mellévelet adtunk, hanem egy lehetőséget arra, hogy javítson és én őszintén hiszek abban, hogy az ember nem statikus, az ember változik, és az embernek meg kell adni változásra az esélyt. És hogyha én nem adom meg az esélyt egy ilyen embernek, akkor hogy vála, várom el, hogy más válhatatlan, vétkes, bűnös életet élő emberek, rasszista, antiszemita nézeteket valló emberek megváltoztassák a véleményüket? Hogyha valaki, aki ilyen vagy olyan vagy amilyen okból szeretne változtatni, az vissza van utasítva. Tehát ugye... Pont, hogy arra teremt precedens, hogy megmutatja azoknak az embereknek, akik az ő bajtársai voltak, vagy akik rá fölnéztek, hogy itt ez a kép, ez nem teljes, itt, itt, itt valami nem stimmel ezzel az egésszel, és hogyha én is rájövök egyszer, hogy szeretnék ebből a közösségből kiugrani a, abból az antiszemita közegből, amiben mondjuk a család is többé-kevésbé szocializálódott a ifjú korában, akkor ezt a lehetőséget meg fogom kapni. Ennyi. Ez szerintem en, 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 e, 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 ezt, ezt sehogy másképp nem lehetne megmutatni. De ugye veletek Szó szóval nem volt... azt mondják, hogy ti itt egy PR lehetőséget biztosítottatok valakinek, aki nagyon súlyos bűnöket követett el a magyarországi zsidósággal, a magyarországi cigánysággal szemben, úszító gyűlöletkelt, nem csak propagandát, hanem konkrét gyűlöletcselekményekre is buzdította a híveit, majd egy évvel később már ott ünnepel körötekben és megtért zsidóságáról val. Miközben mondjuk például vonagába részére, vagy mit egy Gyöngyösi Márton részére, akik hasonló módon megbánást tanúsítottak a saját korábbi cselekedeteikkel kapcsolatban, olyan szintűt, mint Szegedi Csanád egész biztosan, továbbra is rendkívül éles és elítélő magatartást tanúsítasz. Szó nincs erről. Szó nincs arról, hogy Szegedi Csanád Ugyanazt az utat járta volna be, mint volna Gábor vagy, vagy Gyöngyösi Márton. Nem, Szóli... Hát ő betért, ugye? De nem azért, mert betért, hanem azért, mert soha nem történt az meg, hogy Gyöngyösi Márton például fölhívjon engem úgy, hogy nem tudja, hogy én mit fogok elszólni, és azt mondja, hogy itt vagyok, rabbi, én elkövettem hibákat az életben, én hibáztam, szeretnék bocsánatot kérni, és szeretném, hogy megmond, hogy mit tegyek, hogyha nem is lehet, hogy soha nem fogom teljesen, de legalább részben jóvá tegyem azt, Ez az Ezt Te ezt személyesen ez, ez a két kérdés hangzott el a család részéről, amikor velem először találkozott, és én erre azt mondtam neki, hogy ne arra család, én nem tudok a zsidóság nevében megbocsájtani neked, nem vagyok erre felhatalmazva. Azt tudom, hogy, hogy ha te nagyon aktívan, nagyon hangosan hirdettél olyan nézeteket, amelyek vállalhatatlanok és károsak és rosszak, ezt csak azzal tudod jóvá tenni, ha megpróbálsz ugyanilyen hangerővel ezek ellen a, a nézetek ellen tenni, beszélni, és a személyes példádon keresztül akár a nyilvánosságot is vállalva elmagyarázni, hogy, ezek, eze, hogy te hogy jutottál oda, hogy ilyen nézeteket valljál, és aztán hogy jutottál oda, hogy fölismerjed, hogy ezek a nézetek nem jók, és miért nem jók ezek a nézetek. És a család ezt nem mondom, hogy hogy maradéktalanul teljesítette, de azért le a kalappal azért az első két-három évért, amikor ő járt a középiskolákat, járt külföldön is, de főleg Magyarországon, és erről beszélt a diákokkal. Ez, ez nem menlevél, ez kötelesség, ez felelősség. Senki mással kapcsolatban ez nem történt meg. Ha holnap a Gyöngyösi Márton fölhívna, és azt mondja, hogy Rabbi, eh, ilyen vagy olyanokból én fölismertem, hogy vétettem, én szeretnék, szeretném jóvá tenni, hogyan tevem jóvá, ugyanezt mondanám neki, és semmivel nem lennék vele szemben elutasító, mint, mint, mint Szegedi családdal szemben. Köves Lomó, nagyon szépen köszönöm, itt voltál velem, és nagyon köszönöm, hogy ilyen hosszan rendelkezésemre álltál. Köszönöm szépen, hogy részt vettél a műsorban. Köszönöm szépen a kimerítő beszélgetést. Ez volt a beszélgetésem Köves Slomóval. Ha kíváncsi vagy a teljes vágatlan beszélgetésre és nem csak erre a szerkesztett verzióra, akkor vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol a korlátozás nélkül meg tudod hallgatni ezt az interjút, meg az összes korábbi interjúkat is, vagy pedig fizess elő a Partizánra a Patreon oldalunkon keresztül, ahol képben is hozzáférhetsz a teljes interjúhoz. Mindenképp iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez, ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig használd használd a komment szekciót. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Instagramon is megtalálsz bennünket, ott Partizán Politika a nevünk. Ha pedig nem szeretnél előfizetni a Partizánra, de más módon hozzájárulnál a működésünkhöz, akkor egyrészt van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is. Ezeken keresztül is köszönünk minden felajánlást, amit a működésünkhöz biztosítotok. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.